Zenekara muzsikál. A kiváló prímás az 1984-es vonópárbaj nagydíj győztese. Kuka Károly 1963-ban született Budapesten. 1970-ben kezdte tanulmányait a világszerte híres Rajkó zenekarban. 73-ban már az egyik vezető prímása volt a zenekarnak. Az együttessel bejárta egész Európát és Amerikát. Olaszországban játszott a velencei Café Floriánban, mint zenekarvezető. Majd személyes meghívást kapott Yehudi Menuhintól a művész svájci koncertjére. Kuka Károly a Magyar Köztársaság érdemkeresztjével kitüntetett művésze. A következő csokorban Tarrai Kis László népszerű nótaénekest, a Dankó Rádió főszerkesztőjét hallgatjuk. Továbbra is Kuka Károly és zenekara kíséretében. Elsőként a Tudod-e még az én nótám című szerzemény csendül fel.